az Öröm a Zene tehetséggondozó, az egy Kárpát-medencei tehetséggondozó fesztivál, az Magyarországon a 2010-es évek elején indult, és a szlovákiai magyar könnyűzenei szemle pedig 5-6 évvel ezelőtt csatlakozott hozzá. Egy évfolyamot kihagytunk ugyan, de azért igyekszünk mindig megszervezni. Ezt annak idején a Tumultus polgári társulással közösen szervezte a SMAZE, aztán bekapcsolódott a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, de idén úgy alakultak a dolgok, hogy a SMAZE önállóan szervezte meg vásárúton. Honnan jöttek az érdeklődők, mennyire színes a paletta? Heten állnak a deszkákra, és hát tényleg színes a paletta, ugyanis földrajzilag is egy szélesen behatárolható területről érkeztek ezek a fellépők, tehát van még Lukanényéről, Rozsnyóról is fellépő, és hát stílusilag is nagyon az akusztikus énekelt verstől egész a metalcore-ig van itt minden. Kik inspirálnak benneteket? Kiktől szoktatok meríteni? Nagyon régen, egy ilyen 10 évvel ezelőtt, 12 évvel ezelőtt, ugye nagyon ment ez a Blink, Sum 41 és hasonlók. Ez elég nagy löketet adott abba az irányba, hogy elkezdünk ilyen zenéket írni, hogy hasonló zenéket, mint amit játszottunk. És szerintem így alakult ki ez a jelenlegi felállás, amiben vagyunk, hogy ebben a stílusban hasonló zenéket játszunk. De például Magyarországról is tudnék mondani pár zenekarként, például a Tankcsapda, ugye alapó, de Quimbit is szeretjük, úgyhogy más stílusokat is meghallgatunk. Egy a lényeg, hogy élő zene legyen. Énekeltetek a játékfüggőségről. Mit gondolsz magáról a játékfüggőségről? Ez igazából a gitárosunknak, Híves Lászlónak az ötlete volt. Ő így megalkotta a teljes számnak a szerkezetét, ő megírta hozzá a szöveget, és akkor így följött a próbaterembe, és a srácok azt mondja, itt van. És így lerakta, és akkor így elkezdtük összerakni, hogy így mindig jobb legyen. Aztán ezt már stúdióba is vittük, de még nem került fel a YouTube-ra, illetve egyebekre. Szeretnénk majd egy videóklipet is csinálni hozzá, ami éppen szemlélteti majd ezt a játékfüggős réget, és egyébként nem személyes tapasztalat, Lacinak sem, ez csak úgy jött neki egy ötlet, hogy így megírta. Gondolkoztatok azon, hogy esetleg egy csajt is szerepeltettek a színpadon? Igazából ez még így nem került szóba, mivel régen, ahogy a zenekar elindult, az még a 2009-10-es évek elején, ott egy lány énekelt, utána úgy voltunk vele, hogy szeretnénk ilyen fiú zenekar lenni, és akkor így elmentünk ebbe az irányba, és 2018 elején, tavasszal kezdtem el énekelni, és akkor ez azóta folyik, de egyelőre nem. Egy másik gitáros már szóban van, hogy csatlakozni fog hozzánk, úgyhogy esetleg még majd őt láthatjátok, hogyha eljöttek egy Flashdead koncertre. Mi az, ami inspirál benneteket a zenélésben? Az inspiráció, hát mindenféle zenekaroktól szedem, főleg amerikai, meg angol zenekaroktól inspirálnak a modern rock, metal zenéből. Meg a emberekből, a mindenféle dolgokból, ami zajlanak körülöttünk. Mindenképp én is alapnak mondanám, hogy ki milyen közegből jött. Engem mindig zene vett körül a családban is. Kezdtük a Republikon keresztül az LGT, P-Mobile, szóval az alapozás az szépen megjött a szülőktől, aztán pedig találkoztam a metállal, rájöttem, hogy itt van egy nagyon jó stílus, amivel az összes dühöt, összes agressziót ki tudom adni a színpadon, és nem kell otthon kuporognom magamban, depressziósan az ágyamon, hanem ezt nem kell, hogy koncert legyen, nem kell, hogy színpadra lépjünk vele, de próbateremben is, alkotás közben is, ez egy baromi jó dükezelési folyamat a metal zene mindenképp, és úgy érzem, hogy nem is, hogy a reneszánsz van, de újra trend jön, mert egész társadalomban egyre nagyobb a düh, az agresszió, akármilyen közeleti témáról is beszélünk, többen is járnak metal koncertekre egyre jobban, és nekik is szükségük van arra, hogy legyen egy közeg, ahol ezt kiadhassák magukból. Egy kicsit mink is szeretünk elszállni az univerzumban, hogy szálljon is a zenénk, ne csak oda vágjon a szívhez. Ki szokta írni a szövegeket? Eléggé változatos.
veszünk egy témát, és megpróbálunk rajta dolgozni. Van, hogy a zene születik meg előbb, aztán pedig, ahogy érezzük, hogy milyen érzések vándorolnak a zenevilágában, akkor ahhoz próbálunk egy jó szöveget illeszteni. A fő zeneírónk az a basszgitárosunk, Timi, viszont van, amit közösen dolgozunk, vagy van, akinek van egy egész ötlete, ugye van a inspiráció, az égből kapott inspiráció, és van, aki leül a székhez és megírja az egész szöveget úgy, hogy van, aztán csiszolunk rajta egy picit, hozzáillesztjük a zenét, de külsősöktől is nagyon szívesen várunk szöveget, hogy az minket is inspirál, és megtaláljuk magunkat benne. Én próbálom mindig nagyon figyelni a dolgokat, amik zajlanak körülöttem, hogyha például csak ülök valahol a vonatba, és valaki mesél nekem valami érdekeset, akkor már próbálok abból is venni valami inspirációt, és lehet, hogy épp abból lesz valami érdekes dalszöveg. Voltak már, hogy valaki mesélt nekem csak annyit, ami történt neki, vagy amint köröztül ment, és aztán abból lett például egy dalszöveg. Hangszínedet hogy tudod egy dalon belül változtatni? Nem tudom, hogy ez mennyire tanulható. Szerintem mindenképp kell, amit mondtam, hogy bizonyos agresszió bele, hogy ez kijön egy emberből, mert nem mindig jön ki az a maximális hörgés valakiből, de mindenképp csak azt tudom mondani, hogy évek. Ez viszont van pozitív oldal, és negatív is, mert nagyon visszavesz az énekből, a tiszta énekekből ez a úgymond hörgés, vagy az angolok hívják screamnek, vagy growlnak. Sok külföldi nyugatiak ezt abba is adták, ezt a kemény hörgést, vagy inkább átadták a bassgitárosnak a kemény hörgést, hogy ők szépen ki tudják énekelni a tiszta részeket. Hát nekünk most a bassgitárosunk még nem túl jól screamel, de majd talán a jövőben. Mikor alakult maga a formáció, mikor döntöttétek el apukáddal, hogy igenis színpadra álltok és zenélni fogtok a közönségnek? Mi már jó régóta zenélünk együtt, kiskorom óta tulajdonképpen iskolai fellépéseken nagy részt, aztán azt hiszem a Tompa Mihály szavaló versenyen léptünk először úgy színpadra, hogy igazán ketten. Előtte még egyszer-kétszer a húgomat is bevontuk magunkhoz, de ő nem kapott nagyon kedvet hozzá. Mi az a stílus, vagy mi az a vonal, amit képviseltek? Mi mindenevők vagyunk. Verseket dolgozunk fel, ugye van eddig egy saját szerzeményünk is, amit persze majd ezt a repertoárt bővíteni szeretnénk, tehát több saját szövegű dalt is szeretnénk, tehát nem, nehogy csak a zene legyen a miénk, hanem a szöveg is. Ezen kívül mindenféle dalfeldolgozásokat csinálunk, akár legyen az népzene, vagy pop, jazz, akármi. Milyen hangszerek játszanak nagy szerepet az előadásaitok során? Gitár, ének, ahogy ez itt is látszott. Néha előveszem a csörgőt is, illetve édesapám még billentyűn is játszik. És van egy karácsonyi műsorunk, amit tavaly kezdtünk vele fellépni, és idén is szeretnénk elmenni még több helyre. Ott én még előveszem a hegedűt is. Nőuralom, az mennyire nyilvánul meg nálatok? Általában mi lányok vagyunk azok, akik így álmodoznak, így kitaláljuk, hogy jaj, pedig majd biztos ez úgy fog működni, ahogy mi elképzeljük, és aztán így Attila a dobosunk az, aki így megmondja, hogy ez nem így működik, hogy visszahoz minket a földre, és mondanám, hogy ő az, aki mindig a sarkára áll. Így együtt osztozunk ebben a front ember szerepben. Mikor alapult a banda, és ez volt az eredeti felállás? A zenekarnak volt már egy előző formációja, de mi így négyen együtt csak tavaly szeptember óta zenélünk. Mennyire összeszokott a csapat? Azt kell, hogy mondjam, hogy ahhoz képest, hogy csak egy éve ismerjük egymást, ahhoz képest nagyon összhangban vagyunk, és megértjük egymást. És szerintem nagyon fontos, hogy nem csak zenekarban játszunk együtt, de mint barátok is egymás életében részt veszünk. A dalszövegeket azokat én írom, viszont a dalokat általában teljes mértékben együtt írjuk meg. Legtöbbször a gitárosunk kitalál valamilyen dallamot, vagy gitárszólót, és aztán én arra valamilyen dallamot megpróbálok rászerkeszteni. A dalszövegeket igazándiból próbálom mindig szerelmi csalódásoknak álcázni, de valójában ezek az ilyen szociális csalódásaim. Ugyanakkor nagyon sok minden más is inspirál.
ketten vattok egy színpadon, szoktak ebből viták alakulni. Igazság szerintesok vagyunk, és szerintem jól működik. Jobban, mintha egy mondjuk barátnővel vagy egy idegenebb csajjal énekelnék, mert mi meg tudjuk ezt beszélni. Egyszerűen megmondjuk egymás szemébe a véleményünket, és ami nem tetszik, ami lehetne, és ő is megfogadja a tanácsaimat, és én is az övét. Merre szeretnétek eljutni továbbiakban? Mik a nagy álmok, amiket szeretnétek beteljesíteni? Elsősorban több koncertet szeretnénk itt Szlovákián belül. Nagyon jó lenne, ha kijutnánk külföldre. Én azt mondom mindig, hogy mindig van mit tanulni, fejlődni. Több tapasztalatot is szeretnénk nyerni. Több ismerettséget. Készülünk a saját albummal. Igyekszünk elérni a célunkat. Nem tudtam elmenni amellett, hogy a Metallica és a Totalica neve hasonlít. Mennyire befolyásolt benneteket névválasztás során? Miért éppen Totalica? A Totalica az úgy alakult ki, hogy még 2006. decemberében már próbálkoztunk zenekart alapítani, így a srácokkal, és volt ott egy idősebb srác, tapasztalt gitáros, és neki volt ilyen szófordulata, hogy minden totál. Hogyan jönnek a dalszövegek, illetve honnan inspirálódtok? Nagy lemezünket nagyjából 5 éve kezdtük el írni, ahogyan Bálint, a legifjabbik gitáros, bekerült a bandába. Ő ugye akkor még csak 16 éves volt. Nála vannak általában a zenei alapok, zenei ötletek. Szövegírás általában az én asztalom, abból aztán farigcsálunk valamit. De egyébként közös a munka, tehát ő hoz egy zenei alapot, basszusára rakja magáit a dobokkal, én megírom rá a szöveget. Általában először zene van, és utána készül a szöveg. Én hagyom magam inspirálni. Milyen erős volt a mezőny? Nagyon színes a mezőny. Azt meg kell hagyni, tehát nagyon sokrétű. Szeretünk is ilyen helyekre járni. Én szeretek zenészek között mozogni. Úgy jó velük kell lenni, egy hullámhosszon vagyunk nagyjából. Meg jók voltak a csajok, ugye. A rendezvénynek a célja, ugye mondhatnám inkább az, hogy a küldetése az, hogy a fiatal feltörekvő zenekarokat hozzásegítsük ahhoz, hogy valahogy el tudjanak indulni a pályán, megismerjék a magyarországi zeneipari rendszert, és hogyha van bennük elég lendület és elég kitartás, akkor akár részesei is tudjanak lenni ennek a zeneipari rendszernek, hiszen ugye ennek az egész öröm a zene tehetségkutató rendszernek 25 állomása van, 25 különböző városban, 4 különböző országban. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog számunkra, hogy ne csak a magyarországi magyarul alkotó zenekarok tudjanak bekerülni a rendszerbe, hanem a külhoni magyarul alkotó, meg magyar fiatalokból, meg egyáltalán zenélő fiatalok is bekerülhessenek a rendszerbe. Milyen a paletta? Tehát mennyire más például egy felvidéki felhozatal, mint mondjuk egy erdélyi, vagy a magyarországi? A mai nap azt mutatta, hogy hál' Istennek mindenhol nagyon vegyes a felhozatal. Talán azt azért el lehet mondani, hogy nyilvánvaló, hogy a legtöbb fiatal, amikor először gitárt vagy dobverőt fel a kezébe, akkor az első orientáció egy kicsit a rockzene, vagy legalábbis az út, de hogy egyre több különleges produkciót látunk, amiben van valami olyan egyediség, egy olyan íz, ami megkülönbözteti mindentől, és mi általában ezeket keressük. És mondjuk örülünk, hogy egyre több olyan jó értelembe vett popzenét hallunk, ami mondjuk az élő hangszereken eljátszott popzenét jelenti, ami egy különleges út, és én egyre többször hallom. Azt látom, hogy most egyre inkább ez az út, és ennek én kimondottan örülök. Ismertétek már a zenekarokat, akiket itt hallhattatok, láthattatok? Amikor felkértek engem zsűrizni, akkor ugye nekem mindig az az első kérdésem, hogy jó, de hát kiket kell zsűrizni. És akkor én csak egy listát kaptam a zenekarok nevével, hogy ki lesz az a 7 zenekar, akit meg fogunk élőbe hallgatni. Szeretek mindig utána nézni, megnézem a Facebook oldalukat, megnézem a YouTube oldalukat, hogy mire számíthatok. És amikor végighallgattam a zenekarokat, akkor nekem egy teljesen más sorrend volt a fejemben, mint amit végül kialakult, mert élőben mások voltak a zenekarok. Milyen napján döntött a zsűri? Tehát mik voltak azok a feltételek, amiket ugye a zenekaroknak, illetve az előadóknak teljesíteni kellett? Amit mindig nézünk egy-egy produkciónál, hogy mennyire egyedi, tehát mennyire hoz egy olyan különleges attitűdöt. Ez lehet bármi, például lehet egy mozgás a színpadon, lehet egy különleges felállás, lehet egy különleges zenei termék igazából, tehát bármi lehet, csak valami különleges legyen benne. Tehát ne olyan tucat produkció legyen, amiből 100 létezik az országban. Köszönöm.
Milyen tapasztalatokat nyerhetnek a zenészek ilyen hasonló rendezvények során, illetve mit adhat nekik, milyen pluszt? Azt gondolom, hogy szakmailag tőlem elég sokszor kapják meg. Hát inkább a kritikákat szoktam nekik mondani, mondjuk most szerencsés helyzetben voltak, mert szeptemberben volt a tehetségkutató, mert általában nyáron szoktam zsűrizni, és akkor mindig rövidnadrágban vannak a színpadon, és akkor szoktam mondani, hogy rövidnadrágban nem állunk színpadra, ez mindig ez a veszőparipám. De egyébként nagyon sokat szoktam nekik mondani, a saját stílusukon belül próbálom őket irányítgatni, hogyha rossz útra terelődnek, és nyilván nem bántóan, nem sértően, hanem pusztán csak az ő fejlődésük érdekében szeretem ezt hangoztatni. Meg hát igazából én szeretem jól érezni magam egy ilyen rendezvényen, egy ilyen tehetségkutatón, és akkor nagyon sokszor van, hogy sok mindent nem tudok mondani, csak azt, hogy nagyon jól éreztem magam, és ez szerintem ez egy elég jó pozitív visszajelzés nekik is, hogy eljönnek egy tehetségkutatóra, és mégis koncertélményem van, mégis koncertként tekintek rájuk, és tényleg jól érzem magam itt.